a mosoly muzsikusai, avagy Szép a világ. Rivalda fényben az operett. Kedves hallgatóink, egy vallomással kezdem a mai műsort. A színházi világba a zeneművészeti főiskola felől jöttem, ahol nagy volt a fegyelem, az egyértelmű szakmai alázat szerepe, hisz minket a zeneszerzők minél magasabb szintű, hiteles tolmácsolására tanítottak, neveltek, és ezáltal, vagy éppen lelki alkatomból fakadóan, sokkal szabálykövetőbb voltam, mint azok az általam néha elítélt, vagy éppen megcsodált kollégák, akik a lázadásból, az úgynevezett modernizációból indultak ki. Akár egy tradicionális operettnél is, felforgatni mindenáron a régit, a klasszikust. Nos, így is lehet, meg aztán úgy is. Lényeg az arány. Vallja és hirdeti vendégem Színetár Miklós, aki ma tölti 89. születésnapját, és akit a Jóisten tartson meg nekünk még sokáig, erőben, egészségben. Egyébként ő maga számomra a híd, a múlt és a jelen, a görög antik kultúra és a mai kultúra, vagy inkább kulturálatlanság közötti út. A megértés, a csendes nevelés, a tolerancia példaképe. Pedig ezt a világot még nekem is, aki egy jóval fiatalabb korosztályt képviselek, még nekem is néha nehéz megélni, pláne megérteni, mert alapvetően változtak meg az értékek, az erények, az arányok, hogy ismét, mint klasszikust, rögtön beidézzem őt. Én, ha rajtam múlna, Színetár Miklós könyvét biztosan kötelezővé tenném minden egyetemen. A művészeti egyetemeken mindenképpen, de bárhol, ahol csak van valamiféle kulturális tárgy. Nos, a tavaly megjelent könyv címe Színetár 88. Esetleg egy alcímet adnék hozzá, mondjuk, hogy Kód a 20. és a 21. századhoz, vagy Híd ember és ember között. De bármelyik fejezet cím önmagában is tökéletes. Például a tehetséget nem lehet tanítani. Vagy az a jó színház, amelyik... Következő. Nem csak az istenek, az emberek is tudnak rossz úton járni. Aztán csak így találom rá a 30-as. A szavak értéke egyre csak csökken. De nem sorolom fel mind a 88 fejezet címet, amikben, mint Wagneri lejtmotívum, végig áramlik életének tanulsága. A legfontosabb mindig, mindenhol és mindenben az arányérzék. Egyébként minden egyes fejezetéről minimum egy órát lehetne beszélni, de szerettem volna legalább egy fő gondolatot kiemelni ma, és ez a 8. fejezet, melynek címe A világ rémes, de mégis szép. Aki kérdez, önök nevében is, Nagy Ibolya, és aki válaszol, a vonal túloldalán Színetár Miklós, akinek nagyon sok boldogságot, erőt és egészséget kívánok. Először is nagyon köszönöm a jó kívánságokat, jól esik, és hát különösen az, hogy milyen szépen beszélt a könyvemről, meg rólam, hát tényleg zavarba vagyok ettől, mert ennyi jót az ember önmagáról hát nem szívesen hall. Illetve szívesen hall, nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Nos, én nekem azért is tetszett az önkönyve, mert nagyon finoman, toleránsan, kedvesen leírta az éleményét, de mégis minden fejezetből egyfajta optimizmus és egyfajta könnyedség árad. A podcastom címe a Mosoly muzsikusai, és én azt gondolom, hogy ebből a műfajból és önből is ez a pozitív életszemlélet sugárzik, mindig is ez sugárzott. Hát igen, én a körülöttünk levő világot, miközben látom annak az összes szörnyűségét az elmúlt 6-8 ezer évnek meg napjainknak, közben nagyon szeretem. Nagyon szeretem a természetet, és tulajdonképpen néha még az embereket is szeretem, mert tulajdonképpen az emberekben rengeteg rossz van bennük, és rengeteg jó. Hát ugye ezt megírtam a könyvembe, az nagyon fontos tanácsom, vagy világnézetem,
hogy hát próbáljuk meg a jót átélni. Legyen rá készségünk, hogy ami akár kevés, de öröm adódik az életbe, annak tudjunk örülni. Hát én ide kezdtem. És az, hogy a világ rémes, de mégis szép, ez egy különösen kedvenc fejezetem volt, és Mozartot idézi, talán nem véletlenül. Hát a Mozart végig erről szól, az összes Mozart darab erről szól. Ő főleg az emberi kapcsolatokkal foglalkozik meg a társadalommal, és az emberi kapcsolatokra hát folyton azt állapítja meg, hogy amit a civilizáció létrehozott ebbe a csekély pár száz évbe, vagy akár pár ezer évbe, ez igazán nem megoldott, nem befejezett, tele van kétségekkel, gondokkal, sőt, tele van randasságokkal, tele van árulásokkal. Ugyanakkor a másik oldalon mégis nagyon szép. Szóval ez a kettősség, ami a Mozart műveket jellemzi, én ebben nagyon hiszek. A világ tele van ma is, hát főleg az elmúlt pár ezer évben, szörnyű, vállalhatatlan, nagyon gusztustalan, mocskos, kegyetlen dolgokkal. A másik oldalon tele van nagy teljesítményekkel, remek emberekkel, gyönyörű természettel, amit lehet szeretni a Földön. Szóval ez a kettősség, így igaz az egész. És az örömre való készség egy adottság is. Szép élete volt, pedig ott volt minden, ugye volt egy világháború is az önök életében, ami mindenkit padlóra küldött, de talán meg is edzette azt a generációt, sokakat sokféleképpen. Most mégis a depresszió, a sírás, a divat. Mostanában talán jobban, de mindig is az volt. Hát ezt idézem, hogy már a régi latinoknál, a Rómában, mi tanultuk az iskolában, hogy az volt az egyik legszebb és legfontosabb vers, hogy aurea prima satas, avas sata es, ami azt jelenti, hogy kezdetben vala az aranykor. Hát már akkor visszasírtak az emberek valami régit. A felháborodás, a nyomasztó gondolatok, azok együtt éltek az emberrel mindig. Vannak korok, amikor felerősödnek. És vannak helyek, ahol felerősödnek. Ugye mondok egy egyszerű példát, nagyon sokat látom az úton azt, hogy valaki kiugrik a kocsiából, és elkezd gorombáskodni egy másik sofőrrel. Hogy az emberek rendkívül agresszívek, rendkívül könnyen ugranak egymásnak. Na most hát vannak azért európai országok, Ausztriától Spanyolországig, ahol ez nem jellemző. Még akkor sem, hogyha kimennek tüntetni, még akkor sem, hogyha föl vannak valamin háborodva, de nincs ez a permanens feszültség, ez a borzasztó egymásnak feszülés, ami hát sajnos napjainkat jellemzi. Hát persze mentségül mondva, hogy tessék ránézni az elmúlt hetek, napok történéseire a hatalmas, demokratikus, csodálatos Egyesült Államokban ott is. Az emberek el vannak eresztve, egymásnak vannak eresztve, ez nem jó. Ezzel együtt. Hát a világ nagyon szép, nagyon jó. Ha ezt látom, amit az előbb elmondtam, akkor egy kicsit elkeseredek. De hát, hogyha tavasszal végignézek a természeten, vagy nem tavasszal, akár télen is egy szép napom, ha eszek egy jó halászlét, ha sétálok egyet az unokámmal, akkor azt mondom, hogy az élet nagyon szép, nagyon jó. És azért, hogyha találkozom egy-egy kedves emberrel, mert nem kevéssel találkozom, egyes hasznos dolga, például, ha megnézem ezt a operaháznak fölépült vadonatúj Eiffel műhelyházat, a maga színházával, műhelyével, hát akkor el vagyok ragadtatva. Akkor szép a világ, jó a világ.
István a király tavaly rendezte. Erről mit lehet tudni, és hogy élte meg, jó volt visszatérni? Azt kapta, amit várt? Igen, hála Istennek, szóval nagyon nagy szerencsénk volt, mert a bemutató után egy héttel vagy 10 nappal zártak be a színházak, úgyhogy épp még meg tudtuk tartani októberben a bemutatót. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a darabot. Remeknek tartom, mert olyan mértékben pontosan rajzolja fel a Magyarországon elmúlt 500 évben élő különböző indulatokat, érzelmeket, pártokat, embereket, ami egy nagyon ritka adottság. Remekül tömören, egy kiváló, nagyon jó zenével. Én mindig a kettőség híve voltam és vagyok. Ugye egymással harcolnak az István és a Koppány, de nálam a darab úgy fejeződik be, hogy az Istvánnak is szobra van, meg a Koppánynak is szobra van, mert nagyon hiszek abban, hogy mind a kettő a valamilyen módon, a maga módján jót akart, mind a kettőben van elítélendő, és mind a kettőben van nagyon pozitív. Ez egy ilyen darab, hála Istennek nagyon-nagyon nagy sikere volt. És akkor valószínű, hogy ősszel még láthatjuk is, ugye? Ősszel, igen, ősszel az opera nagyon is a műsorára vette, mert hát nagy az érdeklődés, és reméljük, hogy minél többen megnézik. Szinetár Miklóst a Csárdás királynőről unosuntalan kérdezik, ezért nem is erről, hanem a másik nagy szerelméről, a Víg özvegyről kérdezem, ami búvó patakként mindig előkerül, és amiből egy film forgatókönyv is készült. Készült egy forgatókönyv, de hát ez ahhoz a fejezethez tartozik pillanatnyilag, ami a világnak ma nem szeretem része. Ez film volt, azt mondták, hogy ne film legyen, hanem legyen televízió, mert a jobban való, én ezzel egyet értek, csak eddig nem volt televíziós pályázat kiírva. De most már a televízióra is lehet pályázni. Na kérem, utoljára pályázott tavaly márciusban volt. Akkor én azt mondtam, hogy azért már nem vagyok annyira fiatal, messze van még a szeptember, akkor azt mondták, hogy jó, holnap. Se kép, se hang. Nem írnak ki pályázatot. Ez a világnak ahhoz a részéhez tartozik, amit nem szeret. De van más forgatókönyv ötlete is, vagy csak a Víg özvegy, idézőjelben mondom a csakot, mert hát ez nekem csodálatos lenne, ha összejönne. Hát ezt nagyon szeretném, már tényleg rég dolgok. Van egy kedvenc mondatom a könyvében, hogy a derülátónak esély minden csapás, a borulátónak csapás minden esély. Önnek mennyire csapás ez a karantén, és hogy bírja? Hát, hogy mondjam, ez egy csapás, és nagyon utáltam, de hát végül is nem biztos, hogy ezt a 88 című könyvet így megírtam volna, ha nem ülök otthon. Minden rosszból ki lehet valami jót hozni. Hát és esetleg írja már a következőt is? Válaszol a jegyzeteimet már rakom össze. Aha, és lehet tudni róla, hogy mi a téma? Ugyanez, a világ, minden. Mindenféle, ami eszembe jut, ami elém kerül, kultúra, politika, történelem, vallás, minden, ami széljegyzetek a világhoz. Drága tanár úr, én nagyon kívánom önnek, hogy sikerüljön ez a Lehár TV-film vagy film. Én aztán igazán nagy drukkere leszek ebben, szerintem még nagyon sokan is. A jó Isten tartsa meg még egyszer, csak ezt tudom mondani, erőben, egészségben, és ugyanilyen frissen, és ugyanilyen pozitíven, de mellette kritikai meglátással, és ezt kívánom valamennyiünknek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves, nagyon köszönöm a lehetőséget, a jó kívánságokat, és minden jót kívánok magának is, meg a hallgatóknak is.